műsor helyszínét a Nautilus hajós bár biztosította. Műsorunkat a Cakkumpak Bistro támogatta. A műsorvezetők sminkjét Réz Lorán készítette. Hát nagy szeretettel köszöntjük Önöket itt a Nautiluson. Én azt gondolom, hogy mi már nagyon-nagyon vártuk, hogy... Ha már itt vagyunk, az egy dolgot jelent, hogy elkezdődik. A nyári szemle. Így van, ez az első adásunk. Rengeteg érdekességgel készültünk a mai adásba, és lesz zene minden mennyiségben. Hát sőt, talán mondhatjuk, hogy a zenéjé lesz a főszerep, de azért a vendégünk lesz például Mészáros Péter, a Pilisi Parkerdő szóvivője is, akivel hát a macikról, az itt közelünkbe kóborló medvékről is beszélgetünk. Aztán itt leszünk Biga és Bebe is. Bebe például Pálmai Andival fog majd együtt beülni hozzánk, ugye, aki a Bogáns Kutya Menhelynek a vezetője, mert többek között arra is beszélünk, hogy neki három kutyája is van, amelyikből talán kettő is pentett. Így van. Tehát a Bogáncs Kutya Menhelyről is szó lesz, de arról is szó lesz, hogy hogyan utaztassuk a kutyáinkat például. Így van, de lesz gasztro blokkunk, tehát finomságokat is mutatunk Önöknek, és... Úgyhogy Norbi nagy örömére a borokról is szó lesz. A finom hazai rovatunkban, ugye nagyon sok mindent tartsanak velünk, és már is belecsapunk a közepébe. Vecskó Juditot köszöntjük itt, a Holdboltnak a tulajdonosát. Szervusz Judit, örülünk, hogy itt vagy velünk. Sziasztok, nagyon szépen köszönöm a meghívást. Hát nagyon sok mindenről szó lesz, füstölgőkről, pároloktatásról, tértisztításról. Rengeteg terméket hoztál, szebbnél szebbeket, illatosabbaknál illatosabbakat, és azt tudjuk, hogy rengeteg térségbeli gyártóval dolgozol együtt. Igen, összesen 24 emberrel dolgozom, akik helyi és környékbeli készítők. Nagyon megtisztelő a bizalmuk, mint kisvállalkozó, kerámikusok, ékszerkészítők, textillel dolgozók, fával dolgozók, megpróbáljuk egy kicsit eltartani egymást. Szerintem ez mindenkinek nagyon nagy segítség, főleg az elmúlt két év miatt nem voltak vásárok, nem volt lehetőség kipakolni, bemutatkozniuk. Hozzátok, ha elmegyünk a boltba egyébként, az biztos, hogy mindent találunk. Tehát érdemes jól körbenézni, mert gyönyörű dolgok vannak. Igen. Mi alapján kezdtétek el összeállítani a termék kínálatot? Igazából pár helyi kézművessel kezdtem el dolgozni, aztán pedig már így maguktól jelentkeznek, hogy lenne lehetőség, és mindenkinek megpróbálok helyet találni, megpróbálom mindenkinek a termékét bemutatni, vagy segíteni egymást. Rendkívül sok tényleg gyönyörű portékát látunk itt a fülbevalótól elkezdve dekorációs elemeket is. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogyan, milyen módon választottátok ki a térséggyártóit, hogy ők jelentkeztek esetleg, vagy te kerested meg őket? Tehát hogyan alakult ki ez a kapcsolat? Mert azért ez nyilván nem egyik hónapról másikra. Lehet, hogy úgy kell jelentkezni hozzám, most már nem is keresünk. Az elején én kerestem, de most már nem, most már jelentkeznek, és tényleg szorítok mindenkinek helyet, aki kisvállalkozóként dolgozik. A termék megnevezés nélkül, de azért egy-két dolgot mutassunk be. Mik mire jók, és mire használhatóak? Mert rengeteg olyan dolog van, ami a mindennapjainkat teheti kellemesebbé, szebbé, minden szempontból. Igen, a kerámikusok közül Rékát és Tarján Zsuzsit említeném, ő nekik tényleg nagyon népszerűek a termékei. Rékával kitaláltunk egy olyan hideg párologtatási lehetőséget, amikor melegben nincs kedvünk gyertyát gyújtani és párologtatni, akkor erre a porózus részére a kerámiának tudunk cseppenteni illóolajat, ugyanúgy, ahogy beszívja, ki is engedi, és 2-3 napig érzed azokban a helységekben, ahol nem gyújtasz gyertyát, illetve ez például autóba is lehet, amúgy se párologtatnál soha. Nagyon kedvenc termék, és különleges, ja, és nagyon szép ajándék is. És ajándéknak is. Igen. Tehát tényleg azért is mondtam, mert én most nem, tényleg itt nem a reklám helye, de én sokat voltam már nátok, és hogy azért mondom, hogy amikor az embernek nincsen akár ötlete, így van. Hihetetlen mennyi így kreatív van. Dolog van nálatok. Ráadásul a gyerekeknek is egyébként, mert amit én mutogatok most itt, gondolom, hogy ezek a ezek ilyen kopogtatók igazából, jó. Bárhova fel lehet akasztani, rengeteg figurával, formával csinálja a Réka, ez is nagyon népszerű, a turisták nagyon szeretik a termékeit.
Meg a gyerekek is, igen. Azért ti egy úgymond egy elv szerint mentek, ugye, tehát azért a természetesség, a szó nemes értelemben mondom, én mondom az egyszerűséget, és az, hogy olyan dolgok készülnek és vagy kerülnek a kínálatotokba, ami neked a védjegyeddé vált a bolt kapcsán, ugye? Igen. Nagyon szeretjük az újrahasznosítást. Edith néninek ez egy kukoricás konzervdoboz. Ez egy kukoricás konzervdoboz. Én látom a kamerába is, hogy tényleg csak az aljáról lehet esetleg azt felismerni. És ez a hölgy ezekkel például igen. Hihetetlen. Igen, neki nagyon szeretem a hasznos termékeit, hogy például fából papírzsebkendő tartót készít, nem a nejlon zacskó van kitéve a komódodra, hanem fából egy szép, meg tudod tölteni. Ő megpróbál hasznos dolgokat is csinálni. Szeretek én is ajándékba adni, hogy ne egy újabb kacat legyen, amit le kell borolni, hanem tényleg egy használati tárgy. Ezt például valakinek megcsináltuk gyönyörűen, egységesen, egy rózsás hangulatban, egy körmös szalomba, és ugye ő nekik rengeteg ilyen kütyű, műtyű, körömreszelő, akármi bele van téve. Igen, bele van téve, és nincs kidobva doboz a szemétbe. Az fontos dolog egyébként. Hoppá, annyi minden van itt, én is hullok itt szét a papírokkal, mindennel. Picit a szappanokról is, Judit, mert hogy itt nyilván a nézők nem érzik, de én a rózsát érzem. Az lehet? A rózsát az illóolajban érzed, a szappanok egy veszprémi manufaktúrának a munkái, 12 féle van, minden szezonban kitalálnak, ez a legújabb bohémeknek. Szerintem a nyára tökéletes, hogy egy kicsit lazuljunk el, egy kicsit nem hogy felelőtlenül, de azért éljük az életünket egy kicsit könnyedebben, kicsit szeretettebb légkörben. Igen, mert például a szappanokat is, ha beszélünk, hát láttuk, és többféle fajta van. Igen. És tényleg embertípusoktól, vagy akár korosztálytól jól elkülöníthető módon be lehet mondjuk azonosítani. Pontosan, ez is se a vaj alapanyagú, nincsen benne kemikália, nem állatkísérlettel készült, gyönyörű a csomagolás technikája, újrahasznosított papírral dolgoznak ők is, készülnek hozzá nagyon szép kerámiák, ők már ugyan öntési technikával dolgoznak, nem úgy, mint a helyiek, hogy korongoznak kézzel, tényleg 8-10-szer megfogják, mire egy ilyen termék kész van. Ők öntik a nagyobb mennyiség miatt, de minden egyes termék kézzel van, nekik is megfestve. Tudom, hogy neked is a levendulás kerámiájuk az egyik kedvenced. A rózsás. Igen, az van, azt gyűjtöm. Egyébként itt a kollégáktól is többször kaptam már szülinapra. Teljes készletem. Igen, van már. Én innen is üdvözlöm a készítőket, mert tényleg nagyon szeretem. És hát azt gondolom, hogy például a szappanra is visszatérve, hogy azért az itt a Covid időszak alatt is ugye rengeteg kézmosás. Nagyon fontos az, hogy milyen szappannal mosunk kezet, főleg szerintem a gyerekeknél, akik még nagyon picik, tehát hogy ne cserepesedjen ki a bőrük. Nekik van egy kisebb fajtájuk, sajnos nem hoztam el bemutatni, egy 50 grammos, ez 190 grammos, uh-huh. De van egy 50 grammos kis szív alakú változat is belőle. Az én 2,5 éves kisfiam is imádja, belefér a kezébe, tudja használni, a tartójuk is úgy van kialakítva, hogy meg van picit emelve, nem ragad rá a szappan, és így nem törik össze a gyerekek a kerámiát, amikor használják. Nem tudom még mennyi időnk van, de a tértisztítás még az engem nagyon érdekelne, egy picit még arról beszél, hogy ez miért fontos, kiknek ajánlott, ez mit jelent, mindenkinek, ez egyáltalán pontosan? Mindenkinek ajánlom. Ez akár itt a vírusok kapcsán is értendő, ugye? Is, de úgy, ahogy a fürdőszobánk elkoszolódik, és akkor nekiállunk akár fogkefével a fugát kisikálni, a terünk is elkoszolódik. Egy veszekedés, egy káromkodás, egy rossz álom, és még sorolhatnám, ezek mind olyan rossz energiák, amik ott maradnak a térbe. Hiába lakunk mi az erdő közepén, ha kinyitod az ablakot, ez nem megy csak úgy el. 3 nagyon erős tértisztító van, a fehérzsája, a paloszantó, ez a fehérzsája, ez a paloszantó szentfa, illetve a tömjén, amit ismerünk a vallásból is. Igen, így van. Nem véletlen használják.
élősködőkre is jó, az van ide írva. Azért mondom, hogy mindenféle fajta élősködő. Most például valaki vesz egy lakást, nem tudja, hogy ki lakott benne, mik történnek ott, hiába újítja fel, vakarja le a tégláig a vakolatot, és újrafest és átalakítja, az energiák akkor is ott maradnak az előző tulajdonosoktól. Érdemes ilyenkor ezekkel a termékekkel, bármelyikkel teret tisztítani, és utána pedig feltölteni valami energetizáló dologgal. Mindenki ismeri a hagyományos pálcikás füstölőt. Igen. Ennek már számos változata van. Létezik most egy olyan masszala, amit nem bambusz pálcikára sodornak, hanem brikettet préselnek belőle, egy résztálkás edény segítségével, illetve egy mécses segítségével tudjuk pörkölni. Ennek a legjobb tulajdonsága az, hogy nincsen mellékterméke, nincsen füstje és nincsen hamuja. Aztán. Hanem ezt a brikettet ugyanígy dobod le róla, ahogy rátetted, de ugyanaz a hatása van, mint egy pálcikás füstölőnek. Energiába, illatba teljesen ugyanaz, teljesen megegyezik. Vagy ha egy kicsit megyünk vissza a természet felé, akkor teljesen te is össze tudod állítani a füstölő alapanyagodat gyógynövényekből, illetve fagyantákból, ez például tömjén is mirha. És teljesen különleges tényleg az egész. Egyébként tényleg így van, hogy betér az ember a boltba, és nyilván ötleteket is kap, mert meg inspirálód. Arra is fantasztikus, hogy nem csak nagyon jó illat van, hanem inspirálódni is lehet. Tehát nekem számos ötletet adtatok már, és tényleg így van, hogy otthon is el lehet. Egyébként ezeket könnyedén gyerekek nagyon szeretik készíteni. Sajnos lejárt az időnk. Köszönjük nagyon, hogy itt voltál, és ezt a rengeteg portékát, terméket bemutattad, ugye nyilván a gyártók nevében is. Az, aki ilyen dolgok iránt érdeklődik, egyébként informálódhat a boltba, és természetesen mindent megtalál, és ha már itt tartunk, akkor újra hívjuk föl a játékra a figyelmet, hiszen ebből a boltból, akik játszanak velünk ezen a héten, azok egy 10 000 forint értékű vásárlási utalványt kapnak. Hogy mi a kérdésünk, mit kell azért tenni, hogy ezt megnyerjék, azt már is mutatjuk önöknek. Hány nap a Hold föld körüli keringési ideje? A. 30, B. 27, vagy pedig C. 26? A megfejtéseket a játékkukac@rtvl.hu e-mail címre várjuk. A nyeremény egy 10 000 forintos utalvány az esztergomi Holdboltba, a Holdbolt korosoknak üzleti jóvoltából. Már is folytatjuk, Mészáros Péter érkezett ide hozzánk, a Pilisi Park Erdő ZRT szóvívője, szervusz! Hát sok mindenről beszélgettünk, majd a nyáról is a kikapcsolódási lehetőségekről, de hát nem mehetünk el azért az elmúlt hetekben zajló hírekről, miszerint hát medvék vagy medve járja, vagy járta, ki tudja, majd mindjárt elmondod, a Pilisi Park Erdő ZRT-nek a területét. Ugye azért abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nem itt Esztergom térségében, tehát a Pilis és a Visegrádi hegység és a Gerecsem sem érintett a medve történettől. Úgyhogy aki itt ebben a térségben medvét szeretne látni, az kénytelen lesz ellátogatni a Budakeszi Vadasparkba, ahol megtekinthet ugye a medvét teljesen biztonságos körülmények között. De valóban egyébként a Duna másik oldalán, a Gödöllői dombságban itt május végén észleltünk medvét. Ugye először Acsa határából érkezett egy bejelentés, kiment oda, hogy egy kollégánk rögzítette a nyomokat. Ott voltak a ott nyomok. Ott voltak a nyomok valóban. Én láttam a nyomokat, ja, én tényleg, is ott voltam. Így van, és ugye utána pedig hát vadkamera is rögzítette, igaz, hogy onnan már 20 kilométerre. Majd pedig egy ilyen acsakarttal iklad háromszöget bezáróan, tehát ott tartózkodott a medve. Reméljük, hogy hamarosan visszamegy oda, honnan jött. Egyébként olyat is hallottunk, hogy két medve van, ez igaz? Én nem vagyok medve szakértő, tehát ugye a Pilisi Parkerdő, mint erdőgazdálkodó, azért itt erdészek dolgoznak elsősorban, tehát nem medve szakértők vagyunk. Ugye a medve alapvetően egy természetvédelmi kérdés, hiszen mégiscsak egy fokozottan védett vadfajról van szó. Így ebben a tekintetben azt gondolom, hogy
medve szakértőt kell megkérdezni, aki ért ezeknek az állatoknak úgymond a nyelvén, és meg tudja állapítani, hogy fiú, lány, kicsi, nagy, közepes, hosszú, rövid. Ezért csak beszéltetek, vagy tartjátok a kapcsolatot talán szakemberekkel, tehát azt tudjuk a hírekből, hogy az elmúlt időszakban már majdnem, hogy ez nem csoda számba megy, tehát igenis, bizonyos területekről, ha jól tudom, inkább a Felvidék felől, vagy ugye az északi részekről jönnek medvék, és egyre többször előfordul ez. Így van, ugye az utóbbi időben azért megszaporodtak itt Magyarországon is a medveészlelések, meg hát azért, aki nézi a híreket, az ugye látja, hogy mi folyik Erdélyben. Tehát valóban ugye a medvének az állománya úgy tűnik, hogy felszaporodott. Mondom ezt úgy, mint nem hozzáértő, mint laikus, mint hírekből tájékozódó egyén. Valószínűleg, hogy nálunk is ugye ez a helyzet, sőt a múltkor volt szerencsém egy közös riporton részt venni egy olyan úriemberrel, aki viszont a témának szakértője. Ő elmondta, hogy azért a medvék nagyon nagy távolságokat képesek bejárni. Tehát volt egy olyan medve, amit megjelöltek például GPS-szel, és Lengyelországból indult, átjött Szlovákián, utána Magyarországon, majd átment Ukrajnából, utána pedig látogatást tett a rokonainál Erdélyben, tehát Romániában, majd pedig ugyanezt az utat visszafelé is megtette. Tehát azért elmondhatjuk, hogy egy ilyen vándorló állatról van szó. Valószínűleg nem fog itt megmaradni nálunk, tehát előbb-utóbb visszatér a saját hazájába. Mindegy, hát az biztos, hogy fokozott óvatosságra int, akár a Pilisi parkerdő ezzel kapcsolatban, hogy aki ezeken a területeken nyilván erdőt látogat, meg hát most akkor már nem merlek arról kérdezni, hogy mit tegyünk, hogyha esetleg találkozunk vele, mert már nagyon sok mindent hallottunk. Halottnak tettessük magunkat, aztán utána az volt, hogy inkább hangoskodjunk, tehát hogy tényleg mi az a legjobb módszer, ami segíthet, hogyha esetleg tényleg valaki össze találkozik vele. Az első és a legfontosabb, hogy az emberi kíváncsiságunkat gyűrjük le. Tehát, hogy a medvét ne közelítsük meg. Tudjuk, hogy ugye a medve nem játék, bármilyen kicsi is, hogyha bocsokkal találkozunk, tudnunk kell, hogy az anyukája valahol ott van a közelében. Ne keressük vele a szemkontaktust, álljunk meg, hagyjuk meg neki a menekülési távolságot, ne közelítsünk feléje. És ami másik dolog, hogy a kirándulást most azért úgy kell megtenni, hogy beszélgessünk. Tehát a medve alapvetően kerüli az embert, nem keresi a mi társaságunkat, tehát nem mi leszünk a játszópajtásai ebben a tekintetben. Másik oldalról pedig azért a sátrazás ebből a szempontból szintén egy kérdéskör. Ha sátrazunk ott, ahol medvét észleltek, akkor a sátorba semmiképpen ne helyezzünk el élelmiszert, azt mindenképpen a sátortól távolabb egy fára akasszuk fel. Próbáljuk meg elkerülni a medvével való találkozást, de most valóban egyébként így a Dunaipoly Nemzeti Park igazgatóságnak szakembereivel járjuk a területet, nézzük, figyeljük, és természetesen tájékoztatjuk a tisztelt erdőjáró közönséget, hogy merre ne sétáljanak most. Te már találkoztál egyébként Erdélyben? Én Erdélyben találkoztam medvével úgy, ahogy azt a jó Isten oda rakta, tehát az út mentén szabadon volt, és hát hogy is mondjam, békésen feküdt, és mindenki persze ott az autóból próbálta őt filmezni, de azért egy termetes medvéről volt szó, hogy is mondjam, azért érződött az, amit te mondtál, hogy azért a medve nem játék. Hát így van, tehát le kell győznünk ugye az emberi kíváncsiságot, hogy jaj, le kellene fotózni a medvét, Jobb a tisztes távolság. De azért te számtalan felvételt készítettél róla. Az autóból. Na mindegy, most egy kicsit más vizekre evezzünk. Esőzések. Ugye ez minden évben téma, hogyan kiránduljunk a nyáron, illetve vannak itt olyan szurdokok, amik gyönyörűek, de szintén a medvéhez hasonlóan nem feltétlenül veszélytelenek. Igen, ugye itt a múlt hét folyamán azért leszakadt ránk az ég, valóban így van, és ez lehet, hogy valakit váratlanul érintett az erdőben, és itt azért szeretném felhívni arra a figyelmet, hogyha valaki kirándulni indul, az nem elég, hogy beülünk az autóba, rábökünk a térképre, oda megyünk, és akkor utána sétálunk. Az azért egy kirándulás mindig igényel tervezést is. Most már azért remek lehetőségek vannak arra, hogy az interneten különböző helyszíneket találjunk, vagy akár ugye a túrát is megtervezzük. Ha megvan a helyszín, hogy hova szeretnénk menni, akár a parkerdő.hu-ról is válogathatunk, hiszen azért itt a Pilisi Parkerdő területén számos népszerű kiránduló hely van, akkor utána tervezzük meg oda az útvonalat. Tudjuk, hogy mennyi idő alatt fogunk oda eljutni. Az nagyjából egy ökölszabály, hogy egy ember egy óra alatt 3 kilométert tud haladni ugye erdőben. Nyilván, hogyha nehezebb a terep, akkor, vagy gyerekekkel vagyunk, akkor ez lehet még hosszabb idő is.
hogyha megvan ez a távolság, akkor pedig ellenőrizzük azt az időjárás, hogy akkor milyen idő várható. Vannak webkamerák is több helyszínen, tehát például a prédikáló széken is ugye nagyon sokan követik nyomon éppen az aktuális időjárást a Dunakanyarban. Meg lehet ezt azért tervezni, tehát fel lehet készülni. A másik oldalról viszont, hogyha hirtelen jön valami, a hátizsákban muszáj, hogy benne legyen az ominózus esőkabát, meleg pulcsi, tehát erdőbe megyünk, ott bármi előfordulhat. Másik oldalról pedig a lábbeli, az egy nagyon fontos, hogy ne a szép körömcipőnkben induljunk el, mondjuk éppen tehát a rámszakadékba. Igen, tehát hát találkoztunk mi is. Ha nem mondtad volna, akkor ezt magamtól nem is tudtam. Találkoztunk mi is a rámszakadékban olyan hölgyel, hát aki igen, a maga sarkuba indult neki a történetnek, teljesítette valahogy a távot, de biztos, hogy nem volt egy kellemes élmény. Szurdokvölgyekbe túra bakancs, ami megtart. Ha pedig utolér ott minket az eső, ez bizony lehet kellemetlen, hiszen ilyenkor nagyon gyorsan emelkedik ugye ezekben a szurdokvölgyekben a vízszint, és nem azt mondom, hogy 10 métert fog emelkedni, és akkor mindent elsodor. Ilyenkor meg kell vetni a lábunkat egy olyan helyen, ami magasabb pont, hagyni, hogy levonuljon az ár. Gyorsan jön az eső, gyorsan is megy, tehát erre azért oda kell figyelnünk. Akkor beszélgessünk egy kicsit a kellemesebb dolgokról, bár ezek fontosak és tudni kell, tehát ezzel is számolni kell. No de nálatok azért minden évben elmondhatjuk, hogy fejlesztések tömkelege van, túróútvonalak újulnak meg, kerékpárutak újulnak meg, erdei kerékpározási lehetősége, egyébként lóval is, lóháton is lehet, ha jól tudom, és számtalan kilátó is van. Így van, ugye az elmúlt évben azért azt gondolom, hogy nagyon sok minden történt itt a parkerdő házatáján. Nyitott a Magyar Természetjáró Szövetsége konzorciumban, például itt az 1000 kilométernyi túraútvonal mellett számos helyszínen újultak meg padok, asztalok, pihenőhelyek, tűzrakóhelyek, 4 évszakos pihenőket létesítettünk, és még folytathatnám a sort, egy kilátó épült Szentendrén a Bölcsőhegyen, ahol éppen egy kicsit majdnem megfagytunk, ugye ez tavaly novemberben volt. Hát az volt. De most ugye remek az idő, tehát föl lehet oda látogatni és gyönyörködni abban a 360 fokos panorámában, ami ott fogad minket, úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek szeretettel. Bár megtalálnám még egyszer egyébként. Nem egy túl nehéz túra, mert oda kell szépen gurulni a Lajos forrásig, és onnan pedig ki van jelölve az útvonal, kifestve elindulunk fel a hegynek, és ott vagyunk egy 20 percen belül. Ilyen szép jelölő színekkel. Igen. De valóban egyébként az idei évben sem állnak meg a pilisi parkerdő fejlesztései, hiszen éppen most a közeljövőben indítjuk el itt az erdei kerékpározható utaknak a felújítását, mintegy 64 kilométeren. Jár ez most némi kellemetlenséggel, hiszen nyilván ezeket a szakaszokat addig le kell zárni. Pilisi parkerdő weboldalát érdemes felkeresni, mielőtt akkor útnak indulnánk, hogy hol várhat ezek a lezárások, de nagyon remélem, hogy azért itt az év végére, jövő évre ezeknek ugye a végére érünk, és azért mégiscsak egy minőségibb erdei útvonalon lehet majd tekerni annak, aki ezt szereti. És nyilván ugye várjuk továbbra is a kedves látogatókat gyalog, vagy pedig lóval is, amint ugye említetted, hiszen azért van több mint 60 kilométernyi lovagolható útvonalunk is itt a Pilis Ride elnevezésű erdei lovas útvonalakon. Szálláshelyek mellette nyári istállók, tehát be lehet oda kötni a lovakat is. Tulajdonképpen a lehetőségek tárháza számtalan. Hát köszönjük szépen, hogy ezeket megosztottad velünk. Tényleg gyönyörű helyek vannak a Pilisi parkerdő területén, úgyhogy mindenkit arra buzdítunk, hogy sokat kiránduljon, de kellő óvatossággal. Egy nagyon jó témával folytatjuk, kutyabarátok figyelem, állatbarátok figyelem, hiszen az elkövetkezendő percekben a kutyusokkal kapcsolatos egyébként hasznos utazási tippekről is tudhatnak többet, ha velünk tartanak, meg egy-két érdekességet. Pálmai Andrea, a Bogáncs kutyamenhely vezetője, és hát már talán évtizedek óta kőkemény munkát végez ezzel kapcsolatban. És itt van velünk Bebe is, akinek egyébként a kutyusa most otthon maradt, de már mindjárt visz egy magával egy másikat. Hát figyelj, hova háromnak van kajót, van négynek is. Ja, tényleg három kutyus van? Igen, igen. De hát még a hátukon hemperekben alszanak benne a klímában, úgyhogy... Igen, mert megkérdeztem, hogy hát hol vannak a kutyák? Otthon alszanak. Hát igen, hogy ilyen melegbe. Tényleg ti hogy bírjátok a hőséget kint? A négy lábúak egész jól, mindenkinek van biztosított árnyékos hely, tehát el tudnak feküdni. Egyelőre még viszonylag kellemes klímában ivóvízük van, akik szeretik a vizet, nekik pancsolójuk van, úgyhogy van, amikor nekünk egy kicsit nehezebb a hőség talán, mint nekik.
Bebe, neked a három kutyus mindegyik valahonnan úgymond tenyésztőtől, vagy van menhelyi kutyusod is? Nem, én igazából tehát nekem sose volt fontos, hogy tenyésztőtől, meg nem tudom milyen pedigréje legyen, és mindenféle tanúsítvány, bizonyítvány, és hasonló egyéb dolgok legyenek. Nekem az volt a lényeg, hogy első látásra szerelem legyen. És két mentett kutyusom van, az egyik önmentő, mert hogy ő bemászott a kerítésen, és hát úgy döntöttünk éjjel fél kettőkor, hogy akkor ő marad. Úgyhogy állatorvos barátom mondta, hogy hát nem sok ideje lett volna, mert atkás volt, férges volt, tehát minden baja volt szegénynek. De hát azóta is velünk van, úgyhogy jól van. És a legutóbbi ment, és az meg Kaposvárra történt, egy német juhászt mentettünk, aki epilepsziás mellé, úgyhogy ilyen 0-24 órás felügyelet van. Akkor is, ha mi nem vagyunk otthon, akkor igyekszünk, vagy hát panzióban nem szívesen adom, de van olyan babysitter csapat Szentendrén, akik kijönnek és rendesen vigyáznak rájuk, naponta többször kijönnek. Úgyhogy, ja, és van egy harmadik kutya, aki egyébként szintén nem fajtiszta, egy pitbull és bulldog keverék, ő a páramnak a kutyája, de hát már így alkotunk egy családot így öten. Te, Bebe, ez azért elég vegyes kereskedés, hogy jönnek a kutyák ki egymással? Nagyon jól, imádják egymást, tehát hogy számomra megdöbbentő módon hiába, ugye a nagy testűek szokott ilyen, vagy a kis testűek sokkal arrogánsabbak, mint egyébként a nagyobb testi társaik. A kezdettől fogva nagyon jók jönnek egymással. Tehát, hogy a hányatos sorsot egyébként lehet, hogy a gondoskodásnak, most hülyén hangzik, hogy én beszélek magamról, de lehet, hogy a gondoskodásnak köszönhetően érzik a kohéziót, tehát hogy együvé tartozunk. Meg hálásak is, gondolom. Abszolút. Hát Andi, meg ti erről legtöbbet tudtok beszélni, azért egy picit a mindennapokról. Nektek hány kutyussal kell most gondoskodni, és egyébként mindezt hányan csináljátok? 150 kutyánk van, plusz-minusz a legpicurkábbak őket, amíg nem érik el a 6-7-es kort, addig nem egyenként számoljuk. Négy gondozó van jelenleg, reggel 7-től este 6-ig folyamatosan vagyunk a telepen. Ez elegendő létszám egyébként? Jelen pillanatban ez elegendő létszám. Tehát mondhatnám, szinte ez az ideális létszám. Azért van egy infó, most ezer akarok ide jutni, mert ez nem így lesz, most már heteken belül ez változik, ugye? Igen, ez heteken belül változik sajnos. Az egyik teljes állású kolléganőnk saját vállalkozásba kezd, és egy másik kolléganő, aki kisegítő volt, őt is másfelé tereli az élet, és egyelőre még nem találtunk új munkatársat. Szóval lehet jelentkezni, akit érdekel a történet egyébként. És igen, itt is van igen. Egy kis tündér. És jó, hogy beszéljünk. Egy picit róla, hogy őt aki is nem el bínó, lehet hanem bínó. Vinni. Aki... Jó van, na ez az én... Tudod, mindezen is süket valahol, és félre hallottam, tehát ő bínó, nem pedig dínó. Úgyhogy... De amúgy akár dínó is lehetne, teljesen mindegy szerintem, annyira tűnhet. De hallgat miatt, egyezik, úgyhogy hallgat, és nagyon jó fej. Nagyon. Tehát bínót hoztam a menhelyről, ő egy 3 év körüli ivartalanított kan kutyus, utcáról mentett, nagyon csúnya szemsérüléssel, és elég elhanyagolt állapotba találtuk. A szemét sajnos már megmenteni nem lehetett, tehát el kellett távolítani. Hát azóta meggyógyult a szeme, rendbe jött a bőre, most már szépen nő vissza egy egészséges szőr. Bínót megsodort az élet, de nem látszik rajta, tehát látjátok, ő egy teljesen jól szocializált, nyitott kutya, emberekkel, kutyákkal, mérettől, tehát kutya mérettől függetlenül, tehát őt sem riaszta meg egy nála jóval nagyobb kutya sem. Egyébként kiknek ajánlod őt? Családosok is vihetik lakásba, bentre, kintre? Mindenféleképpen bent lakással szeretnénk őt örökbe adni. Ő egy pekingi keverék. Rájuk jellemző, hogy nagyon ragaszkodnak az emberhez, nagyon embercentrikusak, családcentrikusak, nem is túl nagy, tehát mindenféleképpen benti tartással, de egyébként szinte bárki. Tehát, hogyha kell, akkor nyugodtan tud feküdni, de nagy sétákat szívesen vesz, akár gyerekhez, akár egy aktívabb, nyugdíjas egyedülállóhoz. Ez is tökéletes lenne. Tehát na, beszéljünk pár
pár ilyen nyári trükkről, illetve utazásról. Ti, hogy te három kutya azért az nem kevés időt igényel nektek sem. Hogy oldjátok meg az utazást? Tudjátok-e vinni, vagy csak valahova viszitek? Tehát például ez ilyenkor nyáron hogy zajlik? Hát nézd, koncertre semmiképpen. Tehát az erős hanghatásoktól nem csak szilveszterkor, de egyébként is megkímélem a kutyákat. Nagy melegben, hogyha nem muszáj, nem mozgatom őket. Tehát akkor inkább maradjanak otthon bent, és ha van rá lehetőség, akkor legyen megfelelő víz. Most vettünk nekik egy gyerekmedencét, tehát nálunk ez a teljes diliház van. Úgyhogy így egyébként, ha utazni kell, akkor úgy, mint a kisgyerekkel utaznánk, tehát akkor itató, a kutyáknak a kaja, tehát egy gyakorlatilag két autóval megyünk öten. Tehát sokszor. És volt egy alkalommal, ezt megtapasztaltam, Horvátországban mentem, még akkor ért a Jorkim, és ugye ő volt a negyedik tagja a családnak, sajnos már nincs köztünk, és akkor csak ketten utaztunk, de hát azért az ember próbáló. Tehát 900 kilométert a két kutyával tűzönapon, még akkor is, ha megy a klíma. Hogyne. Csomagok között benni csörögök, a hátsó rész az teljesen az övék volt. Tehát azért az ember próbáló. Egyébként még annyit szeretnék csak így mondani, hogy a felelős kutyatartás. Tehát, hogy nem egy játékszer, amit csinálnak egyébként húsvétkor is a kis állatokkal, nem egy játékszer, csak olyan fogadjon örökbe kutyát, aki komolyan gondolja, és végig tudja gondolni. Most így a saját példám mondva, az epilepsziás kutyánkat naponta háromszor kell gyógyszerezni, ha rohama vagy injekciót kell adni, tehát hogy ezt végig kell gondolni, ez idézőjelbe téve macera. Tehát ez nagy felelősség, igen. Ugyanúgy, mintha valakinek egy gyereke lenne. Tudom, hogy nem lehet összehasonlítani kettőt, mert a kutya az kutya, gyerek, de akkor felelősség az felelősség, igen. Ugyanúgy. De itt az a fontos, nem Andi, hogy évekre tervezzen egy kutyával. Így van, tehát teljesen mindegy, hogy ragaszkodik egy fajtához, és keres egy tenyésztőt, tehát kihangsúlyozzuk, hogy egy tenyésztőt, mert ő szeretne buldogot, labrador, teljesen mindegy, vagy pedig az örökbefogadás, vagy befogadás mellett dönt, át kell gondolni, hogy minimum 10-15 évre kell tervezni, át kell gondolni, mi van akkor, hogyha nyaralni megyek, meg tudom-e oldani, mi van akkor, hogyha változik az élethelyzetem, ha költöznöm kell, ha külföldre visz az élet, ha gyereket vállalunk, ha nincs még esetleg, és akkor kell, és úgy kell dönteni a befogadás, igen, mellett, különösen, igen, egy kutya esetében, hogy fogom ezt megoldani minden élethelyzetben. Van még most egy olyan téma, amit néztünk, ami egyébként az ötlet maga szerintem jó, ugye ez a sárga szallag jelölés. Nem tudom, Andi vagy Bebeti találkoztatok ezzel, ugye ez azt jelenti, hogy a kutyus valamilyen szempontból problémásabb lehet, akár az emberekre, vagy éppen a kutyatársaira való tekintet. Ez egyébként egy baromi jó kezdeményezés. Bocsánat, hogy szabad vágtam, mondja nyugodtan. Te inkább kompetens vagy ebben a témában, mint én. Te, neked van ilyen szalag a kutyán? Nincs, mert hogy minden kutyán, mindenki jó fej, halálos a jó fej, szeretik a gyerekeket, de egyébként én ezt nagyon jó kezdeményezést tartom, hiszen mindenki úgy, egyébként ez egy nagyon nagy téfit, hogy oda kell menni, és a kutyának oda kell nyújtani a kezed, mert ezt a kutya sokszor támadásnak veheti, illetve félreértelmezheti ezt a jelet, de javíts ki, hogyha nem így van. Igen. De először meg kell, hogy szagoljon minket, ugye? Tehát a sárga szalag az nem feltétlenül csak az agressziót jelenti. Lehet, hogy az a kutya fél embertől, állattól, akármitől. Lehet, hogy van egy sér, tehát lehet ez egy átmeneti jelölés, és sőt, ideális esetben ez egy átmeneti jelölés. Tehát ez mindig azt jelenti, hogy ne roncs rám, hagyd meg a teremet, ezek a kutyák biztos, hogy gazdival vannak úton, tehát akár a pórázon, akár a nyakörvön van a szalag, meg tudjuk beszélni bizonyos távolságból a gazdival, hogy mi a probléma a kutyával. Egyáltalán kell-e vele barátkoznunk, és hogy Bebe mondta, még a nem sárga szalagos kutyával sem úgy ismerkedünk, hogy szemből rárontunk, tyú, tehát ugye cuki is, meg aranyos is, a kicsi is, meg a nagy is, de ennek van egy protokollja, amit be jó, kell ha betartunk, tartani, ugye? Amit jó, ha betartunk. Igen, akár a kutyánkkal ismerkedünk, akár csak mi magunk egy másik kutyával, illetve
tehát a sárga szalag azért a gazdiknak, tehát a sárga szalagos kutyás gazdiknak szeretném megjegyezni, hogy azért ez legyen egy átmeneti dolog. Tehát ez azt jelenti, hogy dolgozunk a kutyának az agresszióján, a félelmén, a rehabilitációján, stb. Tehát ne legyen az, hogy én most rákötöttem a problémás kutyámra egy sárga szalagot. És ezzel letudtam a problémát. És ezzel letudtam a dolgot. Rosszabb esetben mondjuk a nyakörvére kötöttem, és akkor hagyom szabadon jönni, menni az esetleg más kutyákra vagy emberre veszélyes saját kutyámat. Szerintem Bínónak nincs ilyenre szüksége. Bebe egyébként ne, már itt el is altatva közben, ahogy beszélt az Andi. Neked sincs szüksége. Olyan jól érzi magát ez a kutya, hogy hihetetlen. Bebe, egy kicsit rólad beszéljünk. Te nagyon sok projektben benne vagy most. Tehát jössz-mész ezerre, több formáció. Igen, erről mesélj nekünk. Hát nézd, ugye... Múltkor egyébként pont téma volt erre, és így összeszámoltam, hogy körülbelül 10-12 zenekarral szoktam így megfordulni, és sokszor én sem tudom, hogy ki merre, melyik arccal, melyik irányba állok. Hála Istennek, most így a nyáron ez így még inkább fokozódik. Ugyanakkor van egy saját zenekarom, amivel saját dalaimat próbálom hát népszerűsíteni, ha lehet így mondani, és hála Istennek most így a nyár így egészen jól néz ki, úgyhogy megyünk. És ide is hoztál dalt, ugye? Igen. Ez a hát legújabb, ez a tavaly igen. Készült el ez a dal. És hát ez igazából az én életemnek egy korai szakaszát írja le, hogy milyen is volt akkor az éjszakai élet, milyen helyekre jártunk, stb. Tehát, hogy igazából saját élményekből táplálkozik. Ez az egész dal. Na, ezt meghallgathatjuk. Köszönjük, hogy itt vagytok, a dalt azt várjuk, és akkor... Köszönöm, hogy simogatottam a Biót, nagyon cukik. Hát Bínót meg remélem, hogy minél hamarabb hazaviszi. Egy mondatra csak annyit még Andinak, hogy ő is hadd mondja az ő szakmáján belül, hogy hogyan lehet egyébként megtalálni benneteket, tehát aki éppen Bínót vagy bárkit szeretne örökbe fogadni. A honlapunkon van Facebook oldalunk, kutyáinkat a honlapon hirdetjük, ahova a közösségi oldalról, sőt, talán már Instagram oldalunk is van, ez nem az én asztalom, én inkább a mentési gyakorlatban mozgok, tehát a honlapunkon megtalálják a kutyusainkat, az érdeklődők, a menhely pedig hétfőtől szombatig, délután 2-4 óra között van nyitva, ekkor várjuk a sétáltatókat is, kivéve, ha nagyon-nagyon meleg van. De ha nagyon meleg van, akkor be lehet menni a kölykökhöz egy kicsit szocializálni őket, részt lehet venni a kölyök mentor programunkba, vagy egyáltalán besegíteni a munkánkba egy kicsikét. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, meg itt vagytok. Köszönjük. Mi is köszönjük. A tulaj a lisztnak, gyorsan még egy utolsó tekilát. Mikor a klubban hajnali jött van, odakint lassan éled a világ. Tudom ez, hogy megy, mert velük voltam, értük is mondom, együtt már. Nem ezen egy éjszaka, hanem 10 000, az törikat hittel, én nem vizezem. Ha tudnád, hányszor mentem 3 nap után haza, és nem volt olyan laza. Pont úgy van minden, mint egy Scorsese filmben. A pofonoknak ára van, és nem ingyen. A nagy autókat sem a szél fújja össze. Hogy kérek-e még belőle? Kösz, ne! A csajok a liften, a pénz meg az Isten. Vajonokat szólnak szép, hiány kitelnek, de a hatalom repked. Kíván a szerencsét. Mikor a klubban hajnali jött van, a kicsire hajtítja kedve szalát. A port meg a porta, a tulaj a lisztnak, gyorsan még egy utolsó tekilát. Mikor a klubban hajnali jött van, odakint lassan éled a világ. Tudom ez, hogy megy, mert velük voltam, értük is mondok, együtt át. Láttam én már furcsa sorsokat az életben. Nagy bukásokat, nincsen véletlen. Volt már haverom, nagyon magasan. Majd később trógerem, ahogyan elhasson. És olyan is volt, aki a semmiből jön. Egy sportáskából lett ezernyi bőrödnek. Egy perci börtön és a felismerés. Úgy a szabadság drága, az idő kevés. De mi lesz majd épül, a számlád elkészül. Az ég is mi van, amit mond majd. Örökségül, hát amit hagysz végül. Az ajtó múlik csak. Mikor a klubban hajnali jött van, a kicsire hajtítja kedve szalát. A port meg a porta, a tulaj a lisztnak, gyorsan még egy utolsó tekilát.
Mikor a klubban hajnali öt van, odakint lassan élen a világ. Tudom ez, hogy megy, mert velük voltam, értük is mondom együtt át. Ahogy minden évben megszokhatták, most is van játékkértésünk, ugye értékes nyereményekért játszhatnak itt velünk már évről évre. Hát most az egyik kedvencem talán az ajándékutalvány, a Holdbolt, boltkórosoknak. Nagyon sok mindenről szó volt a mai adásban, hogy mit is lehet ott kapni, úgyhogy játszanak, mert érdemes. Hány nap a Hold föld körüli keringési ideje? A 30, B 27, vagy pedig C 26? A megfejtéseket a játékkukac.rtvl.hu e-mail címre várjuk. A nyeremény egy 10.000 forintos utalvány az esztergomi Holdboltba, a Holdbolt korosoknak üzleti jóvoltából. Bigával folytatjuk, szia! Méghozzá a legújabb klippedről is szó lesz, amit, hogyha jól tudom, akkor majd a műsor végén meg is nézhetnek. Nagyon remélem. Jártál már nálunk Esztergomban? Persze, és mindig eszembe jut, hogy mennyire a szívem csücske ez a környék is. Pont, hogy itt jöttem át a Kossuth híd alatt, így tátottam a számot, hogy na vajon nem tudom, hogy hova érkezem, mert a pontos helyszínt még nem tudtam. Szegény Biga egyébként a nézők láthatták már nyári szemébe, de ő mindig eső napon érkezett szegény, úgyhogy nem, igen, mindig azt beszéltük, amikor jöttél, akkor be kellett mennünk a stúdió. Jobban is ott kellett fölvenni. És most meg valamilyen szerencsésebb napon van. Hála Istennek. Szóval te sem unatkozol, jössz, mész. Egy picit erről, mert te is azért egyszerre, ha tudnál, lennél két-három helyen is. Igen, valahogy berendeztem a saját életemet, egy olyan rendszer szerint, ahol valahogy mindig azt hiszem észre, hogy a 24 óra sosem elég, és legalábbis mindig azt hiszem észre, hogy másnapra mindig több marad, mint amennyi volt, és nehezen érem magam utól. Két évvel ezelőtti időszak azt talán megtanított erre is, hogy hogyan priorizáljunk így a dolgok között. Úgyhogy szerencsére a koncertnaptár az már az év elején megtelt, úgyhogy nem unatkozunk. Jó pár olyan produkció van, amikben vagy zenei rendezőként, vagy főhősként veszek részt, illetve a saját produkciómmal is, úgyhogy összességében random trip, zenevonat, király és a saját produkciómmal így összességében így nagyon-nagyon betelt most ez a nyár, hála Istennek. De hát nálatok zenészeknél talán ez így is van rendben, nem? Tehát, hogy pörgés ezerrel, mindenféle produkció, téged meg amúgy is így ismerünk, hogy persze. Szereted mindenben is kipróbálni, igen. Magad, igaz? Hát figyelj, nem tudom elmondani, hogy mennyire örülünk, hogy visszakaptuk a játékunkat, és kedvünkre randalírozhatunk megint. Egyébként. De ez jó, igen. Hát abszolút. Ez a ti életetek. Abszolút. Úgyhogy nyilván az elmúlt időszak arról is szólt, hogy a zeneszerzés alkotási fázisát tudtuk megélni. Amit nem tudtunk megélni, ez pont az átadás. Amikor elkészül egy dal, akkor azt adod a közönségnek, úgyhogy ez az időszak maradt ki az elmúlt két évben. Nekem összegyűlt egy nagy lemeznyire való dal, úgyhogy 2017-ben jelent meg az első nagy lemezem, ami abban az évben nyert egy szép kis fonogramdíjat, úgyhogy nagyon-nagyon remélem, hogy hasonló sikereket tudhat majd magáénak ez a lemez is. Most ezzel készülünk, ez szeptemberben fog majd kijönni, de előtte nyomunk egy padlógázt így a nyáron. Ugye, ha már padlógáz és minden egyéb, volt egy nagyon jó műsor, ugye, talán, hát csináljuk a fesztivál. Hát ez óriási volt, és ez ha jól tudom, amit ez a formáció... egyébként nem csak az idősek, de a fiatalok közül is nagyon-nagyon sokan néztek. Iszonyatosan jó volt, és ez az első, gondolom lesz majd folytatása. Egy kicsit erről, mert hosszú-hosszú heteken keresztül nyomtátok, toltátok, de ez óriási volt, gondolom. És a nagy slágerek, amiket ott előadtatok. Abszolút. Egyrészt nagyon jó voltak összeválogatva a slágerek. Hosszú távra terveznek, tehát nem véletlenül sokan észrevették, hogy bizonyos előadóktól, szerzőktől kimaradtak azért a szórásban dalok, de ez nem véletlen. Ennek a műsornak azért lesz egy komoly folytatás majd még a jövőben, akkor is kell tartogatni nagy slágereket és nagy szerzőket. Én azért is vállaltam örömmel a felkérést, mert mostanában minőséget vagy kvalitást nyújtó zenei műsorokban viszonylag kevés van, tehát valahogy másra épülnek ezek a műsorok ma, és azért nagyon örültem, amikor a Rakóczai Viktor barátom felhívott, hogy készül egy új műsor, és ez most tényleg... Ez egy hazai gyártás egyébként? Abszolút. Hazai zenészek csinálják, és zeneszerzők csinálják a hangszereléseket is, amik ráadásul nagyon igényesen össze vannak rakva, minden dalhoz külön egyéniséget választanak, külön előadót, tehát direkt a dalhoz megfelelő előadót.
és hangszerelés, amit kap a produkció. Úgyhogy én emiatt nagyon kíváncsian és nagyon izgatottan vágtam bele az egészbe, és nagyon örülök, hogy belevágtam, mert nagyon jól sikerült szerintem, tök jó. Egyébként nagyon érdekes volt hallani ezeket a dalokat, úgyhogy nem a megszokott előadótól, és hogy mennyi mindent igen. hozzá tudtok rakni zenészek, hogy tényleg mindenki valahogy másképp adja elő, tényleg csak a dalszöveg, meg nyilván a hangzás az, de még a hangzás is ugye újra van, ugye az egész... Igen, itt pont az, ugyanaz a fazon, csak más kabátban. Igen. Tehát, hogy igazából a dal mondani valahogy ugyanez, de hogy mégis egy más kabátban mennyire más értelmet nyel mondjuk a dolog. Úgyhogy ez nagyon érdekes. Én is így szembesültem pontosan ugyanez, amit most mondasz, hogy én, mint előadó ültem ott, és hallottam más dalait, más előadóktól, mint az eredeti megfogalmazás, és nagyon-nagyon érdekes volt, nagyon izgi. Úgyhogy én várom a következőt. Mi is egyébként nézők. Na, aztán lesz neked azért esztergomi vonatkozásban hamarosan érintettséged, még ebben a hónapban, ha jól tudom. Igen. Hát most járunk mindenfelé, úgyhogy a zenevonat zenekarral és produkcióval, ami egy szuper produkció abból a szempontból, hogy egy komplett életművet felölel ez a produkció. Az LGT életműve azért eléggé fajsúlyosnak mondható. Gyakorlatilag csak is kizárólag hatalmas nagy slágerekkel, olyan előadókkal, akik megint csak megkerülhetetlenek. Solti János és Karácsony James is velünk van, sőt Somló Tamás is a produkció tagja volt egészen az utolsó utáni pillanatokig. Úgyhogy nagyon-nagyon szeretjük ezt csinálni, hiszen attól unikálisabb, mint egy bármilyen LGT koncert, ami volt annak idején talán, hogy LGT koncerteken soha nem hangzottak el olyan dalok, amiket annak idején az LGT zenekar más ikonikus előadóknak írt, mint Kovács Kati, Katona Klári, vagy Révés Sándor. Mi úgy gondoltuk, hogy szigorúan kommunikáljuk azt, hogy ez nem LGT koncert, hanem egy LGT életművet felölelő, és nem is tudom, pátyolgató kis produkció, úgyhogy ez nagy sikere csináljuk most. Amúgy ez augusztus, ugye? Ha jól látom, augusztusban jöttök majd, igen. Ugye? 21-én igen. egészen 21-én. Pontosan, úgyhogy tessék követni a közösségi felületeket. Így van. Ez egy kis információ, fontos információ. Picit még a klipről, az újról. Veszprémben forgattátok, hogyha jól tudom. Így van. Esztergomba is jöhetsz majd klipet forgatni. Nagyon szép, nagyon szép. Amúgy az biztos. Ha hívtok, én jövök. Hát igen, ez egy nagyon fontos dal, és egy nagyon fontos üzenet, mert pont észrevettem magamon, hogy így, ahogy változok. De az életben is a változást szeretem a legjobb, hogy mindig valahogy egy olyan körforgás, ami nem kiszámítható, és ettől izgalmas. Egy olyan üzenet és egy olyan életszakasz most amiben vagyok, ami talán most valahogy így előhozta belőlem azt, hogy figyeljek azokra a dolgokra, amik nekem adnak, amik nekem örömet okoznak, és felismerjem ezeket a pillanatokat, és próbálják ezekre ráülni, és egy picit elnyújtani, amennyire csak lehet. Lehet, hogy kicsit tudatosabban próbálom élni az életem, és lehet, hogy ebben is segített ez az elmúlt két év egyébként, és lehet, hogy mások is gondolkodtak ezen. Én azt gondolom, hogy picit talán felgyorsult az élet most így mellettünk, és vagy körülöttünk, vagy velünk együtt. Igen. És talán egy picit összemosódik a tája, hogy nézzünk ki az ablakon, tehát annyira elszaladt most velünk ez a ló, és nem véletlen, hogy a közvetlen környezetemben is egyre több helyről hallom azt, hogy elégedetlenek az emberek a saját életükkel, pedig látszólag mindenük megvan, és én talán ebbe találom a megoldást, hogy lehet, hogy pont azok az apró dolgok, amik elsiklanak mellettünk és felettünk, azokra nem figyelünk oda. Tehát muszáj kicsit visszafele nézni, vagy befelé nézni, és felismerni azt, hogy mi ad nekünk igazából. Mondjad csak. Csak egy mondatot akartam, hogy egyébként ez ilyen és ehhez hasonló dalokra szerintem azért van szüksége a társadalomnak, mert tud ezzel azonosulni, és ezeket az értékeket megtalálja benne, és ugyanúgy elgondolkodtatja. Ez az dolog tényleg és biztos ez volt a cél is. Abszolút, ez picike kis vészcsengő így a fülekből, hogy itt az ideje, hogy visszataláljunk magunkhoz, egymáshoz. Tényleg, tehát hogy ez egy ilyen nagyon jó időben csengő üzenet. Azt akartam kérdezni, hogy igazán te nem mindig, és nem ez a központi témát, hogy a magánéletedet megosztod, amennyit kívánsz, de azért nem is olyan régen, egy picit azért belekukkanthattunk a magánéletedbe. Erről egy picit, mert lehet, hogy a dallal kapcsolatban az energia, meg az, hogy fel vagy töltődve, biztos ez is közrejátszik. Abszolút. Én szándékosan választottam azt, hogy manapság az, hogyha valaki zenész, és összefonódik az ő előadói énje a show business-szel, akkor
akkor nagyon-nagyon könnyen elveszti a balanszot, és nagyon könnyen válhat belőle celebbé, és én ezt a balanszot próbáltam úgy beállítani, hogy lehet, hogy óvnám egy kicsit a magánéletemet, nem szeretném, hogyha a jövőben egyszer csak azt veszem észre, hogy most már csak a magánéletemre kíváncsiak az emberek, és semmi másra nem. Meg ráadásul van egy ilyen érzet bennem, hogy lehet, hogy a magánélet az egy ilyen privát, és gyakorlatilag a családra és a saját környezetedre vonatkozik. Ettől függetlenül a világon semmilyen titok nincs, nagyon nagy boldogságban élünk. Igen, mert a Norbi egyébként úgy mondta ezt, minthogy egy hatalmas titok. Nincsenek elhagyott gyerekei, nincsenek, nem tudom. Pont azt a választ kaptam, amit a Bigától számított, tehát nem is akartam én többet, és mélyebbre se menni. Igen, másfél éve van egy kiskutyánk, ami egy új felismerés, egy új egy nem tudom, egy felelősségérzet, igen, ami nekem eddig talán nem volt meg. Zenészként jártam a világot, és felelőtlenül értem bele a világba, ami egyébként nekem nagyon-nagyon jól esett, és nagyon szerettem megélni azt az időszakot is, de nagyon kíváncsi voltam más motivációkra, és kíváncsi voltam, hogy mit hoz belőlem ki egy kutyus. Mindig is imádtam a kutyákat, egy kutyák között nőttem fel, a családban mindig volt kutya, úgyhogy sosem féltem tőlük, mindig szerettek ők is engem, és én is nagyon szerettem őket. Tudtam, hogy egyszer saját kutyám lesz, akkor nagyon-nagyon fogom szeretni, úgyhogy nagyon-nagyon szoros a mi kötődésünk. Nagyon sok mindent kihozott belőlem, egy más rendszert építettem most így az életembe. Röviden, mi az, amit megtanultál a kutyától? Hát eddig azért eléggé én központú voltam, és úgy alakítottam ki az életvitelem, hogy a zenész énem, vagy a zeneiségem és a zeném legyen a fókusz és a központ. És most azért megtanultam azt, hogy valaki miatt intézem úgy a napomat, indítom úgy a reggelemet, és próbálok odafigyelni, hogy mikor érek haza, hogy ő ne legyen sokáig. Tehát, hogy egy másfajta felelősség. Ha már kutya téma az előbb a bebéknél is ugye téma volt, és hogy mennyire ő is ezt mondta, tehát hogy nagyon sok mindent megváltoztatott az életükbe, és több dologra is oda kell most már figyelni, és ez jó egyébként, tök jó. Abszolút, én élvezem nagyon. Hát köszönjük, hogy itt vagy Esztergomban, és hát reméljük, hogy koncertezni is a jövőben akkor ugye fogsz jönni. Augusztus 21-én? Igen, de úgy értem, hogy még ha hogyne? Többször, még többször. Igen, hogy még többször. Egyébként én erre utaltam az elején is, nem arra, hogy nálunk volt-e. És hát várjuk nagyon a klipet, meg a dalodat is. Vagyok, a szemeimben más fény ragyog, még annyi mindent éreznék, csak szerelemben léteznék. Válasz utat, ahová a lelked mutat, még akkor is a halkan szól. A szíveddel hallod, jó, csak a szíveddel hallod, jó. Hiába üzenek, vakok és süketek, a világ se lát, se hall. Nem szól üzenet, se nekik, se neked, ha meghall a zajban a dal. Volt pár ilyen, hogy kérdi a szél, merre vigyen, oda fújjon, oda dallam szól. Mit a szíveddel hallasz, jó, csak a szíveddel hallasz, jó. Hiába üzenek, vakok és süketek, a világ se lát, se hall. Üzenet, se nekik, se neked, ha meghal a zajban a dal. Ha meghal a zajban a dal. Ha meghal a zajban a dal. És ha egyszer célba érhet majd, az holtomiklans, holtodiklan tart. De csak hangolj rám, hangolj rám.
üzenek, akkor késüketek, a világ se lát, se ha. Nem szól üzenet. Hiába üzenek, akkor késüketek, a világ se lát, se ha. Nem szól üzenet, se nekik, se neked, ha meghall a zajban a dal. Süketek, a világ se lát, se ha. Nem szól üzenet, se nekik, se neked, ha meghall a zajban a dal. Ha meghall a zajban a dal. Ne feledjék, mint mindig most is játszhatnak, egy egyszerű kérdésre kell csak válaszolni, és ebben az esetben ez a 10.000 forintos vásárlási utalvány lehet az önöké, egy nagyon közkedvelt boltbai Esztergomba, mindenfélét lehet találni. Judit biztosan el tudná költeni ezt a pénzt, de biztos vagyok benne, hogy önök is. Hány nap a hold föld körüli keringési ideje? A 30, B 27, vagy pedig C 26? A megfejtéseket a játék@rtvl.hu e-mail címre várjuk. A nyeremény egy 10.000 forintos utalvány az esztergomi Holdboltba, a Holdbolt korosoknak üzleti jóvoltából. Ahogy azt megszokhatták, a nyári szemlében mindig valami finomságot is elkészítünk, és itt például többek között a Nautiluson tevékenykedő séfúr ebben lesz segítségünkre, úgyhogy következze már is valami finomság. Köszönjük a kedves nézőket, ismét egy könnyed nyári ebéddel készülünk Petrovics József, az Akumpak Bistro séfének társaságában. Nyugodtan elő lehet venni a kedves nézőknek, aki szeretné a jegyzetfüzeteket és tollakat, illetve az okostelefonok jegyzet alkalmazásait. Meg is kérdezem Józsefet, hogy pontosan mi lesz most ez a könnyed, ami egyébként első blikre talán lehet, hogy annyira nem könnyű. Én is üdvözlöm a nézőket, hát annyira nem könnyű, igen, egy hamburgert fogunk készíteni, jobban egy sajtburgert, marha húspogácsával, ilyen kis házi készítési szósszal, úgyhogy szerintem kezdjünk is neki. Azzal kezdjük, hogy a húsit bedobjuk a grillbe, ugye megint ezt a csodálatos grillt használjuk, első osztály jönnek a dolognak, de ezt serpenyőben is meg lehet csinálni bent elektromos grillen, bárhogy, tehát, hogy, de most már mégiscsak a kerti grillzést észesítsük elénybe, akkor megborsozzuk egy kicsit a húsit, megsózzuk, megfordítjuk mindenkit oldalát. Ugye ez előre bekevertük a húsit, ez egy marha hús, sima, szintiszta marha nyakból van, és marha fagyúból, ilyen 20-30% benne a fagyú, hogy annál nagyobb ne legyen, mert akkor nagyon zsíros lesz ugye a hús. Igen, és ezzel is lehet talán kicsit könnyedebbé tenni a hamburgert, hogyha alacsonyabb zsírtartalom van. Így van, így van, de azt is, arra is kell figyelni, hogy ne legyen alacsony, mert akkor viszont száraz lesz. Tehát akkor ilyen fűrészporos lesz, ugye, amit szokták mondani. És hát esetleg egy kis történelemórát is hozhatunk ide most, mert hogy ugye azt kevesen tudják, hogy a hamburger hús ükszüleje tulajdonképpen a tatárokhoz köthető, tehát a tatár beefsteak egyébként család, igen, abból. Család rokon, úgyhogy... Meg hát igazából a hamburgert mindenki Amerikához köti. Igen, pedig nem, így van. Nem onnan származik, hogy... hanem valóban a nevéből is fakadó a Hamburgból. Igen. Úgyhogy, meg hát állítólag megjárta Ázsiát is. Tehát, ez már minden. Sokféle... Hát igen, mert már szerintem a hány ország annyiféle verzió. Igen. Ezt így mindenki magáinak vallja, de aztán... Igen. Pont nem. De igen, mindenki Amerikára gondol, amikor a hamburgerre gondol. Persze, igen. Meg a gyors éttermek. Igen, utóbbi időben azért nem tudom, elmúlt, hát nem is tudom, 5-6-7-8 évben azért aranykorát éri azért Magyarországon a hamburger, egyre több az ilyen kézműves burgerező, és hál' Istennek ugye kicsit kiszorítja a gyors éttermi verziót, azért valójában szintén sokkal finomabb, hogyha minőségi alapanyagokból készül a hamburger. Na, a húsit betettük sülni, addig készítsük el a szószt, segítséget kérem, ez a te feladatod lesz, így van, azokat félretetjük. Igen, tehát a feladat. Ugye felhasználunk hozzá majonézt, ketchupot, mustárt, csemegőborka kockát és lilahagymát. Igen, akkor mennyiből mennyi? A ketchupból tegyél be légy szíves mondjuk kettő kiskanállal,
A majonézből legyen mondjuk 3. 3. Jó, ez egy kicsit mellett. Na, akkor legyen még egy, mert csak fél volt. Inkább legyen még egy bele. Menjünk biztos. Így van. És egy ilyen csapottabb kanál mustárt. Abból nem kell annyira sok azért. Csapottabb. Az úgy jó lesz, az úgy jó lesz. Így, igen. Jó? És akkor egy kis uborka. Uborka nyugodtan, abos, hogy hát ugye a 3-at nyugodtan beletehetünk. 3-at. Igen, és egyébként ugye a bisztrónak van egy speciális szósz, igen, a hamburger, ez azt most nem áruljuk el, mert az hasonló, tehát hasonló, van benne egy plusz, igen, dolog, igen, ez elég is, hát és akkor hagymából egy kettőt mondjuk. Helyi titok. Igen. Nyilván majdnem ugyanezek vannak benne, amit most ide készítettünk, csak ugye az arányok a pontosak. És akkor keverjük össze. Ha valaki például nem szereti a csemeguborkát, nem szereti a hagymát, nyugodtan ki lehet belőle hagyni, lehet akár kész bolti szósz is használni, csak azért, ha mi meghívunk vendégeket, akkor el tudjuk mondani, hogy ezt mégiscsak mi kevertük ki a szószt. Szerintem, hogy elég is, és akkor igen, a szószunk az el is készült, közben megforgatjuk egy kicsit a húsit. És egyébként vannak ugye, tehát azért kicsit gondoljunk, egyre több ember választja vegetáriánus, vegán életmódot. Ugye vannak azért ilyen különféle vega burgerek. Persze, ugye? Van ugye a klasszikon mindenki, hát nem tudom, a helyeknek a 90%-ban, hogyha valaki vega burgert, akkor valami sajtot tesznek bele, tehát vagy kamembert, vagy gomolyát, vagy csak egy másfajta grill sajtot, de mondjuk olyan helyeken, ami kimondottan a vegetáriánusokra, vagy vegánokra gondol, ők szoktak csinálni olyan húspogácsát, idézőjelben, ami ugye nem tartalmaz húst. Tehát vagy valamilyen általában babot szoktak, fekete babot, vagy valami másfajta babot, azt így megfőzik, és az van így lepürésítve, és az mindenfajta ízesítőanyagok, ugyanúgy hagyma, fűszerekkel, stb. Ki van ízesítve, ki van formált, és ugyanúgy meg lehet sütni. Igen, igen. És ezek a babos dolgok, ezek könnyedén elérhetőek egyébként? Szerintem ezt sokkal egyszerűbb, hogyha a házi lelkészíti az ember. Ha valaki szán rá időt, akkor szerintem megéri. Bár én is készítettem otthon ilyet, és tényleg gyorsan megvan. Nyilván be kell áztatni a babot egy éjszakára, meg kell főzni, és mindenfajta fűszert bele kell tenni, de szerintem megéri, majd tényleg nagyon finom. És itt a bikini szezonban vagyunk már, én is készülök rá, de mivel lehet esetleg még egészségesebbé tenni mondjuk egy hamburgert? Mondjuk nyilván esetleg teljes körű zsömlét használunk hozzá, vagy mondjuk a hús helyett mondjuk halat teszünk bele, akár egy lazac szeletet, vagy bármilyen más halat, vagy akár egy csirkét, ugyanúgy csirkét is le lehet darálni, és ugyanúgy hamburger hús lehet belőle, csak az figyelni, óvatosabban kell sütni, mert sokkal jobban letapadhat esetleg, azt inkább serpenyőben javasolnám, nem a grillen, de vagy csak valaki úgy gondolja, hogy na most akkor nem akarok sem húst, se halat, se olyan extrát, csak simán zöldséget, amire felszerelve a cukinit, paldizsánt, paprikát, gombát, lilahagymát, mindent így lesütünk, akár ugyanúgy grillbe, összerétegezzük és azt tesszük bele a hús helyett, és kapunk egy zöldséges burgert. És hogy még jobban oda akarok figyelni, akkor nem eszünk hozzá a hasábburgonyát, hanem csak magát a szendvicset, vagy csak egy kis plusz salátával. Kis salátával. Így van. A húsunk most már szépen sül a grillben. Megfordítjuk egy picit, és akkor mellé dobjuk a hamburger zsömlét. Igen, az is egy kicsit átmelegedjen azért picit a grillre. Rátesszük a sajtot, hogy ráolvadjon. Most cheddar sajtot használunk, de itt is bármilyen sajtot lehet használni. A személyes kedvencem az ementáli, de ki hogy szereti. És hagyjuk egy picit ezt is, hogy most ráolvadjon a sajt, megpirom egy picit zsömle, és aztán nem maradt más, csak összeállítani a hamburgert. Szerintem elkészült, én azt gondolom. Igen. Így van. Szépen megolvadt. Így van, veszik a zsömlét. És akkor én mind a két oldalára szoktam tenni a szószból egy kicsit. Nagyon jól néz ki, nem tudom, ott a Nautiluson szokott lenni ugye hamburger evőverseny, mondjuk én nem tudom ebből a formációból mondjuk mennyit tudnék megenni, szerintem ezzel egy 3-4 lecsúszna simán. Hát volt már a precedens, hogy valaki kettőt rendelt egyből. Teszünk be egy kis salátát, két szelet paradicsomot, így, akkor kiveszünk a húsit. És ennyi, rámegy a sörme teteje, és igazából elkészült a burgerünk. Mondom, nyilván azért a klasszik egy kis hasábburgonya, vagy egy valamilyen fajta steakburgonya mellett mellé. Ha valaki éppen diétázna emellett, akkor nem eszik oda semmi a salátát. Meg nyáron egy kis könnyed salátát. Így van, így van. Azért
azért klasszik az egy krumpli, tehát az, a, az az igazi. Az az igazi. Köszönjük szépen, hát jó étvágyat kívánunk. Jó étvágyat kívánunk hozzá. Elkészült a hamburger, ilyen szépen néz ki. Jó étvágyat, tartsanak velünk legközelebb is. Érdemes megkóstolni a Cakkunkbank Bistro különleges hamburgerét is. Viszontlátásra. Jó étvágyat. Viszontlátás. Számos színes program lesz a Dunakanyarban. Azt gondolom, hogy fesztiválokból sem lesz idén-nyáron sem hiány. Így van, gőzerővel jönnek a programok, minden hétre jut valami tulajdonképpen. Így van ez például Esztergomban is, hiszen a Fesztivál Sziget számos érdekességet és jobbnál jobb programokat kínál. Minden esetben azt mondjuk, hogy látogassanak el a felületekre, például a Fesztivál Sziget különböző közösségi oldalaira vagy a weboldalára, és ott mindent megtudnak ezzel kapcsolatban. De Kovaszk és a Vega, illetve Gréta jövő héten már biztosan itt lesz velünk Esztergomban. De csak Esztergomban, a térségben is lesz számos fesztivál. Ilyen a V4 Fesztivál is, ami már június 23-át, tehát csütörtöktől várja majd önöket, rengeteg programmal, rengeteg helyszínnel és persze fellépővel is, úgyhogy ott is lehet majd szemezgetni a jobbnál jobb programok közül. Én pedig egy újdonságot ajánlanék önöknek, egy keresztény könnyű zenei fesztivált, amelyet majd vasárnap június 19-én rendeznek meg. Bizony idén először számos elismert előadó fog itt is fellépni, többek között egyébként Mező Misi is, akit én magam kérdeztem a részletekről. Én nagyon élvezem ezt az adást, mert a zenéjé a főszerep, abszolút ez elmondható, nagyon sok színes, énekes zenész van ma az adásban. Most éppen Gréta ül itt velünk szembe, szervusz! Szia! Szia mindenkit! Ugye dallal is készültél, de egy kicsit a Fesztivál Szigetről is beszéljünk majd, mert hogy ugye a közönségnek fogsz majd énekelni. Igen, jövő héten, ez már jövő héten pénteken van, 24-én itt leszünk a Fesztivál Szigeten. Péntek este 8 órától várunk mindenkit nagyon nagy szeretettel. Másnap pedig Kovaszkék lesznek a fellépők, úgyhogy oda is ők is várják szeretettel. Igen, mert Kovályékat itt dolgoztok együtt, vagy dolgoztatok már többször együtt, ugye? Igen, voltunk már előzenekaruk Jászberényben, legutóbb Szombathelyen, úgyhogy tök jó volt, igen, élveztük. Picit beszélj a munkásságodról és annak az elejéről is, mert hogyha jól tudom, akkor ilyen spirituális üzeneteket hordozó dalokkal lettél te igazán ismert. Miért volt ez fontos számodra, hogy azért a dalokkal üzenetet közvetíteni, én azt gondolom, hogy talán a legtöbb zenésznek ez egy fontos szempont. Azért, mert szeretek olyan dolgokról énekelni, amit megélek. Tehát nyilván mindenki megél valamit, akár a bulizást, akár a nem tudom, de nekem a zene egy olyan fontos eszköz, ami meg a hitem, meg az, hogy Isten valóság, és ezt én minden nap megélem, és annyira bennem van az, hogy átadjam az embereknek ezt, és hogy szükségük van, aki csak teheti, járjon hitben, mert nem éri meg máshogy. És nekem ez a zenéddel, igen, ezt mondtad is, ugye, hogy a zenéddel te nem feltétlenül csak szórakoztat, hanem egy üzenetet közvetíteni szeretnél. Igen, igen. Egyébként ez mostanában egyre jobban előtérbe terül. Én számos fesztivállal találkozom, ahol például Szigetmonostoron a Dicsőítő Sziget is egy ilyen rendezvény lesz majd, és a Mező Misiék is fellépnek ott, és ő is elmondta ugyanezt, hogy mennyire fontos manapság, hogy a hitét az ember megélje, és hogy akit még esetleg a Jóisten nem hívott, vagy nem érezte még meg ezt a hívást, akkor ezt egyszer csak majd megérezze. Ezt te is így annyi gondolod? Annyi mindenről lehet írni, de azt gondoltam, hogy, és én magam megéreztem azt, hogy ebben van a legnagyobb erő. Tehát, hogy a hitben annyira nagy békesség, annyira nagy erő és reménység van, hogy így, amikor megtapasztaltam, mondom, ez hihetetlen, úgyhogy erről kell írni. És pont az, amit mondasz, és ezáltal egyébként a közvetítés, az előadás módod is a hit erejével gondolom sokkal erősebb, és ezt látod is, hogy tudod közvetíteni az embereknek. Ezt hogy éled meg? Érdekes, mert sokszor mondjuk zenészként azt gondolják az emberek, hogy hát nem tökéletesen játszottunk, elütöttünk egy akkordot, és valahogy mégis az emberek úgy jelzik vissza, hogy ez fantasztikus volt, és akkor erő volt benne, és hogy itt van egy ilyen párhuzam, hogy ha az Isten beleteszi magát, az egy olyan másfajta erőt képvisel az egész produkció, mint hogy csak zenélünk. Tehát olyan különbség van, hogy hihetetlen, és ezt megérzik az emberek. Egyébként műfaját tekintve is ez a keresztény könnyű zenei műfaj, vagy nem tudom, tehát hogy ez egy új keletű dolog? Tehát nekem ez mondjuk új volt akkor, amikor én hallottam például erről a Dicsőítő Sziget fesztiválról is. Szerintem nem új.
külföldön azért több keresztény könnyű zenei együttes van, talán Magyarországon mostanában kezd beindulni a bátorságuk az embereknek, hogy erről énekeljenek. De én például tehát gyülekezetekben, rengeteg gyülekezet van Magyarországon, tehát ez működik, csak ugye négy falon belül sokszor. Tehát én is 16 évvel ezelőtt kezdtem el. De akkor ez egyfajta találkozás mondjuk a vallás, a kultúra és a zene között is. Végül is, igen. És ez jó így. A dalokról egy picit, amikor nekiálltak például egy dalnak, ugye te írod a szöveget, és hogyan jön a zene hozzá, tehát hogyan megy az alkotói folyamat nálatok? Én írom a szöveget, én kezdtem el a szöveget írni, de azért egy-két segítséget azért beveszek, igényelek, és Kerekes Ernő barátommal írtuk a legutóbbi albumot. Vannak koncepciók a fejemben, hogy mit szeretnék az embereknek közölni az életemből, és igazából ezeket próbálom tematikusan, tehát nem csak, hogy megyek az utcán és de szép a falevél, vagy nem tudom, hogy élmény, persze az élmények is nagyon fontosak, meg kellene, de hogy néha nagyon koncepcikusan, vagy koncepció szerint gondolkodok egy-egy albumról. Parancsolj, mondja csak. Én csak azt akartam még kérdezni, hogy nyilván ilyenkor azért, és beszélgettünk, volt itt több előadó is, azért az, hogy visszakaptuk azt a szabadságot, hogy most már a zene által ugye lehet mi fogyasztók élveznünk, üzenetet közvetíteni, tehát hogy végre szabadabbak vagyunk, kiszabadultunk a vírus fogságából, azért sok mindenen könnyített ez, ugye a lelkünkön is. Te ezt hogy látod? Mi ugyanúgy játszottunk minden vasárnap a gyülekezetbe, tehát toltuk, bocsánat, így mondom. Persze. Hogy annál jobban szükségük volt az embereknek. Igen. A reménységre, én azt gondolom, meg az erőre, meg a bátorításra. Csak most a gyülekezeten kívül is tudsz menni, és ez is gondolom. Aha, igen. Nyilván nekem az van megszokva először még, tehát én nem olyan régóta mozgok gyülekezeti falakon kívül. Persze sok ifjúsági rendezvényen meg ilyesmi, de ilyen fesztiválszigeten ritkábban. Nyilván, de most ez a célom a következő időszakban, hogy kitörni a falak közül, és hallja meg mindenki, hogy Jézus él. That's the point. Egyébként mondtad, hogy ugye egyfajta üzenetközvetítés, vagy hát úgy éled meg a dalaidat is, hogy neked mi a legfontosabb üzenet ezen kívül egyébként, hogy Jézus él. Tehát, hogy mi az, amit így a fiataloknak, mert azt gondolom, hogy itt a fiataloknak igen. is nagyon fontos, hogy tényleg a zenén keresztül, amivel őket szerintem sokkal jobban meg lehet fogni, mint hogyha mondjuk végighallgat egy beszédet. Igen. Hogy mi az a legfontosabb? Azt, hogy Isten nem egy vallás, nem szabályok, nem szokások, hanem egy kapcsolat. Olyan, mint egy apa-fiú kapcsolat. És igazából minden dalomon keresztül ezt a személyes kapcsolatot szeretném, ami a legtöbbet adja az én életemhez, és nagyon sok ember életéhez. Akár az, hogy hétköznapi szinten, tehát hétköznaponként, tehát lehet hallani Istent, lehet tanácsot kérni tőle, lehet javaslatokat az életre, merre menjek, hol dolgozzak, mit csináljak, kivel legyek kapcsolatban. És ez fantasztikus. Mert azt gondolom, hogy ő mindent tud. És a Biblia egy nagyon-nagyon-nagyon jó eszköz az élethez, és sokszor lejáratták már, meg nem tudom, mindenkinek vannak prekoncepciójuk a fejükbe, de működik. Tehát a szeretet, meg minden, ami benne van, az működik. Csak jól kell használni. Így van, és használd is ezt az erőt és ezt a tehetséget sokáig. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt, és hamarosan egy produkciódat láthatjuk, úgyhogy mindjárt énekelsz is nekünk egy kicsit. Köszönöm szépen.
biztos alapokat, összedőlni ne lássak. Építs sziklára házat, nem lesz elég a látszat. Rakj hát le biztos alapokat. Mi a fontos, mi a lényeg? Napodról van-e képet? Hogyan őrzött reménységet? Ha zűrzavaros lesz az élet. Mi a fontos, mi a lényeg? Holnapodról van-e képet? Hogyan őrzött reménységet? Ha zűrzavaros lesz az élet. Oh, azért a vallásra, a hitre szeretnénk azért kihegyezni. Itt a környéken nem tudunk róla, hogy lenne ilyen típusú rendezvény, ezért is bátorkodtuk ezt megszervezni, és próbáltunk olyan embereket meghívni, olyan barátokat, olyan testvéreket, akik az életükkel, a munkásságukkal, a hitükkel tudnak adni egy kis útravalót, nem csak nekünk, keresztényeknek, hanem azoknak, akik mondjuk még nem fogadták be az Istent a szívükbe. Te vagy minden, minden el. Nem választ tőled semmi el. Nem titkolt vágyunk, hogy minél több olyan embert hívjunk el ide, aki mondjuk még nem tért meg Istenhez. Mi már tudjuk, milyen az Isten jelenléte, amit nap mint nap megélünk. Szeretnénk, hogyha ebből más is kapna, aki még eddig nem ismerte mondjuk Istent, vagy nem fogadta be az életébe, és ezt szeretnénk könnyebbé tenni azzal, hogy nem csak beszélünk róla. Én azt gondoljuk, hogy a zene nyelve az valahogy jobban megnyitja az ember elméjét, ember szívét, közelebb tud vinni dolgokat az emberhez, és mi hiszük azt, hogy a zenével, zene segítségével sokkal közelebb tudjuk majd hívni azokat az embereket, akik még nem fogadták be Istent a szívükben. Ha éljünk vele, te vagy minden, mindenben. Hány nap a Hold föld körüli keringési ideje? A 30, B 27, vagy pedig C 26? A megfejtéseket a játékkukac rtvl.hu e-mail címre várjuk.
A nyeremény egy 10 000 forintos utalvány az esztergomi Holdboltba, a Holdbolt Korosoknak üzleti jóvoltából. És itt van a finom hazai rovatunk, amiben egész nyáron itt a nyári szemle adása és ideje alatt megismerkedhetnek valami finom hazaival. Legyen ez éppen folyadék. Ami igen, most... ami a te nagy kedvenced, ugye? A bor, erről nyugodtan beszélhetünk. Igen, a bort nagyon szeretem. Ilyenkor nyáron üdítő jelleggel lehet fogyasztani, természetesen csak mértékkel, hiszen én mindig így teszek. Hát az biztos, igen. És itt van velünk Szívek Péter, a Szívek Pincészettől, aki elhozott 3 nagyon különleges és finom bort. Van közte nyári, van közte kicsit komolyabb, ezekről is beszélünk persze, meg mindenről rólatok is. Szia, és örülünk, hogy itt vagy. Üdvözöllek. No, most nyáron nektek azért inkább a fesztiválok azért, a kóstoltatások, és azért van egy kis szórakozás is, ugye? Amellett, hogy igen, már kőkeményen dolgoztok. Igen, tehát amellett, hogy a szőlőben és a pincében dolgozunk, most a pincében azért már egyre kevesebb a munka, de a szőlőben a munka dandárja az most zajlik gyakorlatilag, de tulajdonképpen a nyár is egy nagyon aktív a szőlő mellett, tehát borkostolok, dűlőtúrák, rendezvények, kóstolok, tehát hogy zajlik az élet. Péter, mesélj egy kicsit arról, hogy milyen az idei szőlőtermés, mit lehet róla tudni, mit láttok? Eddig évet tekintve nagyon szépnek tűnik, tehát nagyon jól alakulunk, annak ellenére, hogy a télen nagyon kevés volt a csapadék, de tavasszal elég csapadékmennyiség volt, a szőlő szépen megindult, nagyon szépen fakadt a szőlő, most nagyon erős a hajtásnövekedés, most már lezajlott pont a szőlőnek a virágzása, úgyhogy levelezünk már, hajtásbe fűzünk, de nagyon szépen ígérkezik, nagyon szépek nagyon a fürtök, és egyelőre egészséges is egyébként, tehát most a mezőgazdaságban kevésszer mondják azt, hogy most minden ideális, tehát hogy van eső, süt a nap. Most tényleg meg volt ez a kis egyensúly, nyilvánvalóan ez a fránya múlt heti nagy záporzivatar, az sok helyen majdnem, hogy katasztrófával felérő rombolás végzett, de jó hallani ezt, hogy azért ennek, még ennek ellenére is azért jól látok. No, a kicsit a borokról. Van nektek azért újításotok is, talán ez a szívhez szóló küvé egy ilyen? Ez a szívhez szőlő. Mit ezt szóltam? Szőlő. Szívhez szőlő. Hát szóló, mert a szőlő. Szóló szőlő. Nem látok. Nagyon szeretjük a könnyedebb fehér borokat, amik tényleg ezek a nyáriasabb hangulatúak, amik könnyedben fogyasztható. Melyek ezek a fajták? Ebbe segíts be. A küvé nyilván az egy társítás, tehát a nyári fajták általában illatos fajták, tehát cserszegi illatos, sárga muskottáj, a Riesling szilváni, de ezek a típusúak azok, amik alacsonyabb alkoholúak, kicsit illatosabbak, kicsit populárisabbak, kicsit bátrabban nyúlnak hozzá az emberek, és így született meg a szívhez szőlő házasításuk tulajdonképpen. Mindig is izgattak ezek a kis illatos fajták, de mindig úgy éreztem, hogy hiányzik belőle egy kis plusz, egy kis kuriózum. Úgyhogy ezt a szíves szőlők küvét úgy alkottuk meg, hogy 80%-ba szilváni alappal rendelkezik, 10% cserszegi, és 10% chardonnay került bele, hoppa, hogy egy kis komolyságos jelleg mellett egy kis komplexitás, egy kis vajas textúrát adjon a tételnek. Na mit szólsz ehhez? Hát én szóhoz sem jutok, de egyébként amikor a Pétert hallgatom, akkor mindig úgy gondolom, hogy igen, úristen, mindjárt meg is kóstolom, de tényleg bevallom őszintén, hogy nem vagyok egy nagy boros. Nem az egyébként, tényleg. Nyáron egyébként egy picit erős, hogy mentek, fesztiváloztok, oda milyen kínálatot visztek, és egyébként ez egy fontos dolog, hogy nyáron egyébként, hogyha egy jó hideg fröccsre vágyunk, akkor azt hogyan készítsük el, és milyen fajta borokból? Hát általában a fröccset azt mindig egy ilyen frissebb, egy ropogósabb, egy izgalmasabb savszerkezetű borból tudom elképzelni, tehát a nagyobb alkoholú, a fahordós tételek azért nem igazán alkalmasak a fröccsnek, és tévedés az, hogy tehát fröccset jó minőségű borból lehet. Jaj, de jó, hogy ezt mondom. Finom fröccset készíteni. Aztán nyilván ízlés kérdés, hogy valaki hosszú fröccs, kevés bor, sok szóda, vagy éppen miként hogyan fogyasztja. Nyilván nyáron rendezvényeken, borkóstolókon, fesztiválokon inkább a könnyedebb stílusú borok az, amiket fogyasztanak. Inkább nyilván megkóstolják a komolyabb tételeket és a többi, de azért egy ilyen nyári estéken nem ezek azok a tételek, amit az ember egész este folyamatosan fogyaszt. Péter, te mint borász, te iszol fröccsöt? Igen. Tényleg? Igen. Hát tehát ez nem valami bűn, nem? Hát, de gondolom, hogy hogy higítjuk valamivel, tehát egy borász nyilván azt fogja mondani, vagy legalábbis én azt gondolom, hogy gondolat, a bort magát
önmagában jó kóstoljuk meg? Igen, jó a kérdés. Tehát, hogy vannak, akik azt mondják, hogy nem szabad fröccsöt inni, de minket úgy neveltek, illetve édesapám úgy nevelt minket. Nem, hogy a mi szőlőink a pirislábánál. Norbi, nagyon örül, hát nézd meg, hogy hogy mosolyog. Az volt, amit a borra beszélünk, csak itt vigyorog. Na. A mi szőlőink a pirislábánál helyezkednek el, nagyon mészköves a talaj, magasabb savszerkezetű, ezáltal később születeik a szőlőket, ezáltal egy picikét mind magasabb alkoholúak. És a szüleink, a nagyszüleink, mivel itt Kesztölcön magasabb alkoholok a borok, ezért ők azért napi szinten folyamatosan fogyasztották a bort, illetve a fröccsöt, tehát hogy ne ártson meg, és illetve a mértékletesség szempontjából ezért ajánlatosabb az ilyen típusú. Ne nézzél rám! Mértékletesség, és ezek nagyon fontosak. Azt akartam kérdezni, hogy a termő területről elkezdtél beszélni, és azért ti nagyon különleges helyen vagytok. Tehát Kesztölcön, aki jár, gyönyörű. Vagy fölmegy hozzátok a szőlőbe, az ami elképesztő gyönyörű látványban van része. És a termő területeket azért mondtam, mert nálatok például az is előfordulhat, ugye van a trilógia, a, tulajdonképpen az azonos szőlőfajtákat mégis különböző időszakokban tudjátok leszedni, vagy szeditek le, erről beszélj egy kicsit, tehát hogy ugye magasabban fekült. Van egy úgynevezett zöldveletény trilógiánk, ami a ültetvény legmagasabb pontján helyezkedik el, ugye a legfelső teraszon, és ugyanaz a szőlőfajta ugyanabból az évjáratból, a terasznak az alja, a közepe és a teteje különböző időpontokba születelve, különböző módon érlelve, teljesen különböző stílusú borokat ad. És ez is nagyon izgalom a fogyasztóknak, hogy ezt így végigkóstolják, hogy lám-lám, tényleg ugyanabból a szőlőfajtából, gyakorlatilag ugyanarról a területről, mennyire más és más struktúrált típusú borokat tud készíteni. Ugye a Kesztölc terület gyakorlatilag országos szinten is egy különleges termőterület, tehát tengerszint felett 240 métertől 350 méterig helyezkednek el maga az ültetvények. Ugye mi is a Deszmély borvidék része vagyunk, de a borvidék döntő része a Gerecselejtőin található, Kesztölc ez már Pilishegységhez. Ez már egy picit a Neszmény-Borvidéknek a csücske széle. Mészkövesebb, löszösebb maga a talaj, és ugye közvetlenül a szőlők mögött gyakorlatilag a Pilishegy a kitüremkedő mészkő szikláival helyezkedik el, amik egy radiátorszerűen a nappal beszívott meleget éjszaka tolják vissza. És ez egy nagyon fontos szempont a szőlő érése folyamán. Picit még a pincészetről, illetve hát, hogy mekkora termőterületen gazdálkodtok, aki esetleg még nem tudná, bár nagyon sokan ismernek benneteket. Kis családi pince vagyunk, tehát édesapám, testvérem és jó magam, így hárman dolgozunk, illetve a család többi tagja is segít nekünk. 18 hektár a szőlőterületünk, amivel rendelkezünk a Pilislábánál. Gyakorlatilag mindent mi végzünk. Traktorba ülés, borfejtés, címkézés, tehát hogy minden. Kóstolás. Mindent, mi... Ez egyébként így a késztermék szempontjából mit jelentett? Hány üveg évente? Nem dolgozzuk még jelen pillanatban mind a 18 hektárról a termést. Nagyságrendileg az egyharmad része az, amiből bort készítünk. Ez körülbelül ilyen durván fogalmaz, egy 20 ezer palack évente, amit készítünk. Ez a borvilágban ez nem egy nagy mennyiség. Értelek. Tehát, hogy ez egy kis családi birtok, de úgy gondoljuk, hogy ez az a birtok méret az, amit egy családként még felügyelni lehet, lelkiismerettel lehet művelni, odafigyelni rá, és így gondozni a szőlőinket. Ez nagyszerű dolog. Köszönjük szépen, hogy itt voltál a nagyon finom hazai rovatunkban, mert már nem először jársz itt nálunk. Kóstoljátok majd meg. Jaj, nem. De fogjuk. Nagyon szépen köszönjük. Önöknek pedig a figyelmet köszönjük. Ez volt a Nyári Szemle első adása. Reméljük, hogy jól érezték magukat. Izgalmas programokkal várjuk Önöket a következő adásban is. Tudják, játszanak velünk, hiszen egy 10 000 forintos vásárlási utalványt is nyerhetnek, ha velünk tartanak. Úgyhogy alaposan nézzék meg a kérdést, és jó választ küldjenek el. És hát, borban az igazság. Hát akkor zárjuk ezzel. Minden jót kívánok, viszontlátásra. Viszontlátásra. Dalból fagyok, a szemeimben más fény ragyog, még annyi mindent éreznék, csak szerelemben léteznék. Választ utat, ahová a lelked mutat, még akkor is, ha halkan szól, a szíveddel hallod jól, csak a szíveddel hallod. Hiába üzenek, ha kokik.
dal. Volt már ilyen, hogy kérdi a szél, merre figyel, oda folyjon a dallam szól. Mit a szíveddel hallasz jól, csak a szíveddel hallasz. Egyszer célba érhet majd, az holtom iglan, s holtod iglan tart, te csak hangolj rám, hangolj rám. Hiába üzenek, vakok és süketek, a világ se lát, se hall.